Egy ember a helyszínen meghalt, hárman súlyosan megsérültek június 2-án a 37-es számú főút taktaszadai elágazás utáni szakaszán. Egy Peugeot 407-es típusú személygépkocsi vezetője Miskolc irányába tartva eddig még ismeretlen okból lehajtott az útpatkára, ahol az autó irányíthatatlanná vált, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött a szerencs felé szabályosan haladó Suzuki vagon errel. A Suzuki a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a Peugeot az úttes melletti árokban a tetején állt meg. A Suzuki-ban a vezetőrés mellett ülő idős hölgy a helyszínen életét vesztette, a sofőrt és harmadik utasát, valamint a Peugeot vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították a mentők kórházba.